az innováció, a kreativitás és a változás gyökere a sebezhetőség. Brené Brown. Megismétlem. Az innováció, a kreativitás és a változás gyökere az innováció. Nagyon-nagyon durva ez a gondolat Brené Browntól, mert akkor ebből az következik, hogy akkor legyünk annyira sebezhetőek, hogy csak úgy átgázolhatnak rajtunk. Nyilván nem, vagyis igen. Na jó, mindjárt elmesélem. Kérlek, ne nézz furcsán, hogyha még nem érthető, ígérem, hogy a vlog végére lesz egy nagy áttörésed, úgyhogy mindenféleképpen nézd végig. Ma pontosan erről lesz szó, tehát a sebezhetőségről, valamint hogy ezáltal hogy építhetjük a kapcsolatainkat, hogy építhetünk bizalmat. Engem Szántó Péternek hívnak, a csatornám életében napi vlogolok, ugyanis hamarosan megjelenik egy könyvem, a HVG adja ki, Válj valóra, én márka, hatékonyságnövelés, lifehackek, már előrendelhető, link a like-gomb alatt a leírásba, illetve ehhez tartoznak online képzéseim, és azok is elérhetőek már, nézd meg. Viszont mielőtt elindítom a vlogot, azért most kézből ebbe a setupba beszélek, mert a vlogok végén mindig szoktak jönni lifehackek, ahogy ma is szokott jönni, de úgy valami hiányzik nekem, és hogyha megnézitek itt, üres a fal, kommentbe írjátok meg, hogy mit javasoltok, mit tegyek fel oda, valamin gondolkozom, valami üres, illetve a setupban ott megmutatom, ezért a handheld. Most ezt így szépen kialakítottam, itt vannak a régi kameráim, kutyacuccok, ide raktam, ezek mind színesek, most ott egy Xboxos gitárt is beraktam, de ide még szeretnék valamit rakni. Mégpedig ezt, úgyhogy gyorsan rakjuk össze, és utána jön is az intro. Na nézzük meg, milyen a setup. Szuper lett. Nagyon kellett. Alig látható. Induljon az intro, kezdjük el a vlogot. Például az esendőség és a bizalom között elsőre kevésbé triviális okokozati szál van. De gondoljunk bele, hogyha például vesszük azt, hogy van egy magánéleti szál, és szeretnénk akár párkapcsolatilag vagy barátság szempontjából valakivel közelebbi, bizalmasabb kapcsolatba kerülni. Hát, hogy tudnánk úgy építeni a bizalmat, hogyha a sebezhető oldalunkat nem mernénk megmutatni. Sokan élnek abban a tévhitben, hogyha sebezhetőnek mutatják magukat, akkor veszteni is fognak. Ugyanis, hogyha bármilyen pillanatban egy kicsit is nem vagyunk erősek, akkor már vesztünk. Na most ez egy óriási baromság, de be kell látnom, hogy én is ebbe a hibába estem. Sőt, az egész koncepció hibás, ugyanis attól még, mert erősnek látszunk, még egyáltalán nem garantált az, hogy nyerni is fogunk, hogy elérjük a célunkat. Éppen az ellenkezője lehet igaz a legtöbb helyzetben, hogy ha rövid vagy középtávon merünk sebezhetőek lenni, felfedjük ezt az oldalunkat, akkor hosszú távon sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy nyerhetünk. Hashtag ne a csatát, hanem a háborút nyerjük meg. Lesz olyan szituáció, amikor úgy érzed, hogy a minimumot sem ütöd meg? Vagy lehet, hogy már voltál is ilyen szituációban? Ekkor kell leginkább felvállalni a gyengeségeidet, és azon dolgozni, hogy erősségé formáljad, kb. Hogy a fejlődésed érdekében szeretnél ezen vagy azon dolgozni, és már is a gyengeség egy lehetőséggé válik. Furcsán hangzik, de a problémák, a nehéz szituációk, a negatív emóciók, a negatív helyzettel való azonosulás, a fájdalom átélése sokszor nagyobb erőt adhat, mint bármi más. Szokták mondani, hogy az elégedetlenség a változás motorja. Azért meg
egyáltalán ne szégyeljük magunkat, mert fejlődünk, mert fejleszteni szeretnénk magunkat. Most tovább indulok, és folytatom a sztorikkal. Mennyire csoki Siria, hogy leült. Az első sztori az inkább egy gondolat, hogy ne vedd magad túl komolyan, szokták mondani, hiszen úgysem ússzuk meg ezt az egészet élve. Rengetegen dolgoznak baromi keményen azon, hogy elrejtsék a saját gyengeségeiket, csak ezzel az a baj, hogy ahogy elrejteni próbálják, az valamiféle az igazságnak a megváltoztatása, ezért kvázi hazugság, és ahogy egy ilyen hazugság spirálba, vagy megjátszás spirálba kerülnek, már ők sem tudják, hogy pontosan mi volt az igaz, mi nem, és nem tudnak önmaguk lenni. Arról nem is beszélve, hogy mások elvárásai szerint élünk, és elnyomjuk a saját vágyainkat, hiszen szembe sem merünk velük nézni. Ez pedig rengeteg energia, és nem szeretnék képmutató lenni, ugyanis én is rengetegszer csináltam ezt, pedig mennyire jó az, amikor felvállaljuk a gyengeségeinket. Most már csak nevetek ezen, és korrigálom a dolgokat. Például régen, amikor mondjuk előadásokat tartottam, és volt mondjuk valami elírás a dián, akkor gyorsan tovább léptettem, vagy máshol beszéltem, nehogy észrevegyék. Most már konkrétan én hívom fel a figyelmet, hogy ó, basszus, azt elrontottam, de vicces. Vagy van, hogy elmondom az előadás ellen, hogy és az pluszpontot kap, aki rávilágít, hogyha van valamilyen helyes írási hiba, így legalább crowdsourcelom azt, amit én elrontottam. Vagy pont valamelyik napja a vlogomban, amikor azt akartam mondani, hogy ne csak a pozitív vizualizációval foglalkozzunk, hanem a negatívval is, akkor konkrétan azt mondtam, hogy a negatívval is, meg a negatívval is kiírtam ide a számhoz, és megvan oldva, hibák vannak, a dolog átjön, mehetünk tovább. Vállald be, hogyha valami nem megy. Legközelebb, hogyha bizonytalan vagy, akkor nyugodtan mondd azt, hogy ebben én nem vagyok jó, ez nekem nem megy, vagy nem értem, vagy ebbe és ebbe belebuktam. Ettől jön az érzés, hogy megpróbáld a dolgokat, újra fejlődjél, és mindezt bármilyen ráfeszülés nélkül. Végül is az arrogancia és a nagyképűség nem más, mint ha mondjuk egy első verzióra azt mondanánk, hogy tökéletes. És pont ennek az ellenkezője, az alázatosság pedig ott kezdődik, amikor beismerjük, hogy mindig van hova fejlődni. És hova most fejlődünk, felmegyünk, és mi az utolsó rész, ami jön? És ha már a vlog elején vért szenvedve nagyon komolyan megcsináltam ezt a háttert, akkor nyilván innen jöjjenek a lifehackek. Mielőtt elmondom, dolgozgatom ezen a setupon, egyre jobban tetszik, most egy régi Xboxos gitárt oda felraktam. Hogyha van ötletetek, hogy oda mit kéne rakni, gondolkozom valami neonfényen, vagy valami vicces ábrán, akkor írjátok meg kérlek kommentbe, de most jöjjenek a lifehackek. Sokkal könnyebb kapcsolatot teremteni, hogyha felvállaljuk a sebezhetőségünket. Így tudunk azonosulni emberekkel, és olyanokat mondhatunk, mint mondjuk, hogy ezzel vagy azzal kapcsolatban nekem is vannak rossz élményeim, vagy megkérdezhetünk embereket, hogyha valamiről nem szeretnének beszélni, akkor nyugodtan kiadhatjuk azt a témát, hiszen teljesen rajtuk áll, hogy szeretnének-e róla beszélni, vagy nem, és akár ezt így meg is kérdezhetjük, hogy van-e bármi olyan, amiről nem szeretnél beszélni. Igazából azt mondtam, hogy lifehackek jönnek, de ez az egy hack volt, de szerintem nagyon fontos, hogy átjöjjön ez az egy hack, amit most megosztottam, hogy mersebezhetőnek lenni, hiszen így tudunk azonosulni az emberekkel. És mint az egész vlogban, ami az üzenet van, hogy a sebezhetőségünk által tudunk még azon önazonosabbá válni, és ezáltal közelebb kerülni mind saját magunkhoz, és az emberekhez is. Köszönöm szépen, hogy megnézted a vlogot,
Ha nem vagy még feliratkozva, viszont eddig végignézted, akkor mindenféleképpen nyomja a feliratkozás gombra, mellette pedig a csengőre, alatta a like gombra, és ott a leírásban, a like gomb alatt találhatod a könyvnek az előrendelési linkjét, ott vannak a kurzusaimnak a linkje, menj át Instagramra, kövess be a könyv kapcsán, tök jó gondolatokat osztok meg, és akár küldd el ezt a blogot valakinek, akinek úgy gondolod, hogy jól jöhet. Valamint találkozzunk holnap, ugyanis arról lesz szó, hogy az erősségeinket és a gyengeségeinket hogyan tudjuk kombinálni, hogy az egész egy nagy erősségcsomag legyen. Köszönöm, hogy itt voltál, hogy megnéztél. Sziasztok!